videófelvételt készítek erről a Sony Minifitonról. Rendkívül nagy tudással rendelkezik, egy ezredíjas csúcs minihifije volt a Sonynak. Minidisc recorderrel rendelkezik, mely képes MD-LP felvételt készíteni. Szóval a felezett sebességet is tudja, sőt aztán még a negyedes sebességet is tudja. De a felezetet az egész biztos, hogy rajta van a készüléken, mint látjuk a videón is, hogy MD-LP. A háttér megvilágításos a kijelzője. Nagyon szép készülék. Most éppen CD-ről MD-re másolok. Rendkívül szép hangja van. Az ismert zenék miatt inkább lehalkítom, mert le fogják tiltani a hanganyagot, és akkor engem nem lehet majd hallani a YouTube az ismert zenéket rögtön letiltja a videóval együtt. Teljesen újszerű állapotban vannak a hangszórói is, és rendkívül szépen szólnak. A magas hangot is, meg a mély hangot is nagyon szépen viszi közép hangtartománya együtt. Hát tulajdonképpen minden hangtartományban szépen szól. Eredeti távirányítójával adom, melyről minden funkció elérhető. Újszerű állapotban van a távirányító is, mint látjuk. Adok rá egy kis hangot. Ami rendkívül jó tulajdonsága még, hogy van rajta egy DSG off, on, ez egy mély hangemelés, valamint mutatom, mély hangállítási lehetőség, mínusz 4-ig, és plusz 4-ig. A plusz 4-nél maxot ír. Ugyanúgy a magas hangnál. A távirányítón a menübelépés után a display mellett levő jobbra-balra gombbal tudunk menni a menübe, és esetleg formázni a lemezt, utána, hogyha formázni akarjuk, akkor a yes, az, ez az enter, ezzel kell véglegesíteni minden. Leállítom a felvételt, és hallgassuk vissza, hogy mégis mit vettünk föl. Kiadatom a CD-t, hogy lássuk, hogy nem azt szól. Erről a lemezről készítettem felvételt. És a benne lévő MD az egy kék CDK lemez. Természetesen ajándékba a készülékhez adom. Nagyon szép zenei összeállítást készítettem rá. Elindítom az MD-t. Mint látjuk, kiírja az előadó nevét, a számcímét. Ezt automatikusan megszerkesztette a lemezről. Ha olyan CD-lemezt másolunk vele, amelyik megvan textelve, akkor a textet automatikusan átalakja az MD-re. Stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. Nagyon szép hangja van. Lehalkítom. Hát ez negyed hangerő volt nála körülbelül, de nagyon-nagyon szép hangja van. Hát nem a zenei anyagot akarom illusztrálni, hanem a készüléket. Természetesen a hátulján optikai csatlakozási lehetőség is van, RCA, AUX-a is rendelkezik. Rendkívül nagy tudások is készülék. És mint mondtam, tudja az LPSP-t. Mint CD-ről csináltam a másolást, így látjuk a CD és a minidisc egysége az tökéletes.
tovább lépek egy picit, bemutatom kazettával is. Egy másodperc. Tép. Csak az egyik oldalán van felvétel a kazettának, ha jól látom. De jól vesz föl, jól játszik le, minden hibátlan működik rajta. Mind a két hangfalban minden hangszóró hibátlan. Újszerű, szép állapotban van, a teljes a karcos. A hangfalak is teljesen épek, nincsenek leütve a sarkai. Nagyon szép állapotú az egész. Hát, mint látod videón is látható, hogy újszerű állapotúnak mondható. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted videófelvételemet. Sok szép órát, zenehallgatást kívánok ehhez a remek készülékhez. Rendkívül jó választás. És további szép napot. Tekintsd meg nagy felbontású képeimet.